És oda fenn a polcon, a solycon, a sopinon, hanna cuccan biztosan eltűnt egy-két perc alatt. A bánat legyen lássi, mi ne gondoljunk rá, itt van a papas, fennük hangon cincogta hozzá. Járjuk a táncokban is, vajon a kérnök, de jobb a kandalló. Máténi Hepp Andrea, a Zeneiskola tagintézmény vezetője ismertette az idei tanévben megszületett ötlet részleteit. A Zeneiskolának a hangverseny termébe, a dísztermébe van egy közel 100 éves zongora, ami folyamatos karbantartásra, hangulásra szorul, és úgy gondoltuk, hogy megfogjuk ezt a lehetőséget, hogy egy jótékonysági koncert keretében megpróbálunk gyűjteni pénzt arra, hogy egy új hangverseny zongorát tudjunk a közeljövőben vásárolni. Ez nem könnyű, ugyanis egy jó minőségű hangverseny zongora 8-10 millió forintnál kezdődik, ezért nagy szükségünk van arra, hogy nagyobb cégek is esetleg támogatni tudjanak minket. Úgyhogy ez nem egy egyszeri, egy alkalmas projekt. Mondjuk úgy, hogy az 5 éven belül szeretnénk ezt megvalósítani. Reméljük, hogy sikerül. Ha nem, akkor is továbbra is szeretnénk gyűjteni, hogy a cél az, hogy mindenféleképpen egy új hangversenyzongorával bővüljön a hangszerparkunk. A gyermekkórusunknak a karnagya Schmidt Zoltánné nagyon hosszú ideje vezeti már a kórust. Az elmúlt hét folyamán volt a minden évben megrendezésre kerülő Bárdos Lajos éneklő ifjúság. Ez egy díszhangverseny, amelyen a kórus elérte álmát, ugyanis azon kívül, hogy kiemelt arany minősítést szereztek, az év kórusa címét is elnyerték, valamint a Schmidt Zoltánné pedig karnagyi külön díjat kapott, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk rá. Ez egy nagy álom volt részükről, de hát ez csak a kezdet, reméljük, hogy ennél még továbbra is bővülhet a paletta. Bali Emma, a kórus egyik tagja beszélt a felkészülésről, a csapatról, kedvenc közös dalaikról. Szabadság, szerelem, e kettő kell nekem. Van-e más, amiben hiszel, ha már nem marad semmi sem? Minden szerdán szoktunk kóruspróbát tartani, és mindenki nagyon lelkesen szokott énekelni, mindig bejárnak, úgyhogy ez nagyon jó a közösség. Ugye ma fogunk elsőként a kórussal énekelni, néhány dalt már énekeltünk, illetve az összeset, viszont Szexárdon csak kettőt vagy hármat, nem tudom, azokat fogjuk előadni. Még amikor nem is éneklünk, akkor is mindig összetartunk, még kóruspróba után is szoktunk beszélgetni. Ugye sokan zenészek, úgyhogy arról is, hogy ki, hogy és hol lépett fel. Az együtt éneklés az nagyon egyszerűen megy nálunk valamiért, nem tudom. Hát az egérbált azt nagyon szeretem, mert nagyon vicces a lezárás és a kezdés is, de van a Szélesebb Balaton népdalcsokrunk, ami nagyon vicces a zongorajáték is hozzá, meg a szólamok is, fiúknak van külön szólama, úgyhogy azt is nagyon szeretjük, azt mindig elénekeljük, ha van rá lehetőség. Schmidt Zoltánné, a gyermekkórus karnagya, nagy odaadással látja el a kórussal kapcsolatos feladatait. A zeneiskolában a kórus élet már a 90-es években megteremtődött, úgyhogy nem sokára a 30. jubileumi hangversenyünkre készülhetünk fel. Legutóbbi eredményünk egy szexárdi éneklő ifjúságon történő fellépés volt, ahol az idei évben aranydiplomával minősítéssel végzett a kórus, és a rangos zsűri dicsérete alapján az év kórusa címet is elnyertük. Úgy is mondhatnám, hogy fődíjasok lettünk. A mai alkalomra, miután ez egy jótékonysági hangverseny, nyilván olyan darabokat válogattam össze a gyerekek segítségével, ami a közönségnek is megnyeri a tetszését. Egy picit adunk ízelítőt a minősítő hangverseny anyagából, és egy picit adunk ízelítőt más népek dalaiból. A kórusban nagyon jó a közösségi légkör, és ez nagy mértékben hozzájárult a tagság, a taglétszámnak a növekedéséhez. Nagyon örülök, hogy az idei tanévben fiúk is csatlakoztak a kórushoz, ugye belőlük mindig kevesebb van, és valahogy sikerült a zenekarból is átcsábítani egy-két férfi hangú énekest,
ami megint nagyon jó hatással van a leánykarra is. Nagyon szép hangon énekelnek, szépen beilleszkedtek a kórusba, és az idén egy kicsit ilyen vegyes kari felosztásban is tudtunk énekelni. Május 25-én fogunk szerepelni legközelebb a Városnapján, utána egy tanévzáró hangversenyt fogunk adni a Tolnai Katolikus Templomba, és hát reményeink szerint a következő évben is egy megyei rendezvényen részt tudunk venni, kicsit kimozdulni a megszokott környezetünkből, kicsit meghallgatni más kórusok munkáját is. Ez mindig nagyon tanulságos és előremutató, és nagyon lelkesítő a gyerekek számára, és ha sikerül, akkor a 30. jubileumi hangversenyt szeretnénk megszervezni. A résztvevők, hozzátartozók remélik, hogy hamarosan eléri a koncertsorozat a célját, az áhított és megérdemelt új zongorát.